Hölgyeim, uraim, jó estét kívánok! A következő nem egészen egy órában témánk a rendőrség Baranya, illetve Pécs közbiztonsága, illetve, mint azt néhány másodperccel ezelőtt már láthatták, a rendőrségi etika is. Mielőtt elkezdenénk beszélgetni, sok-sok érdekességről lesz szó természetesen. Elmondok egy telefonszámot, 211-565, tehát 211-565-ös. Ezt már is hívhatják, az adás végéig él, és a stúdióban tartózkodó két rendőrségi szakember, Baranya megye rendőrfőkapitánya, dr. Ernyes Mihály dandártábornok úr, illetve Pécs rendőrkapitányának bűnügyi helyettese, Harmati Béla alezredes úr, válaszolnak a kérdésekre. Kérem, hívjanak bennünket, bármilyen kérdést feltehetnek. Azt hiszem, nincs semmiféle tabu. Ha itt rögtön tudnak, akkor válaszolnak. Ha pedig valamiféle intézkedést vagy utánanézést igényel az ügy, akkor természetesen levélben, de mindenképpen megkapják a feleletet. Mondom még egyszer a telefonszámot, 211-565-ös, tehát 211-565-ös. Először a rendőrségi etikáról, ami annál is érdekesebb téma itt Magyarországon, illetve itt Pécset, Baranya megyében, mert ön néhány nappal ezelőtt érkezett hazatábornok úr Hollandiából, ahol alkalma volt ezt közvetlen közelről is tanulmányozni Magyarországon, illetve itt nálunk mi a helyzet ezzel a témakörrel, az etikával? Alapvetően az a kérdés, hogy van-e rendőrségi etika. Na most én úgy gondolom, hogy mint minden más területnek és foglalkozásnak vannak talán sajátos etikai gondjai, problémái, így a rendőrségnek vagy a rendőröknek is vannak. Most több nyugat-európai országban van kódex. Ez a kódex tartalmaz különböző elképzeléseket, különböző megkötéseket, magatartás formákat, magatartási szabályokat. Mi is dolgozunk azon, hogy nekünk is meglegyen. Most már viszonylag hosszú ideje munkálkodunk rajta. Elővettük a 1945 előttieket. Hadseregnek volt, más szervezeteknek, testületeknek. Megnéztük a nyugat-európaiakat. Talán nem lesz könnyű a helyzetünk. A különbség az, hogy nekünk rendkívül szigorúan szabályozott törvényünk van. A rendőrségi törvény. Rendőrségi törvény és a szolgálati szabályzat, ami szinte mindent tartalmaz. Most ehhez képest többletet, kevesebbet kell valamit megfogalmazni. Én úgy gondolom, hogy ha mi megfogalmazzuk ezeknek a nyomós vonásait, tehát amik a legfontosabb dolgok, a fő kérdéseket, akkor már nem dolgoztunk hiába, és már lesz egy etikai kódex félénk, amit nyilván majd ki kell próbálni, hogy működik, és meglátjuk. Legyen kedves, említsen néhány konkrét példát, tehát miként jelentkezik ez a problémakör, mondjuk itt a Baranya megyei rendőrfőkapitányságon. Például tartalmazhat egy ilyen etikai kódex egy olyan kijelentést, hogy a rendőr sohasem alkalmaz törvénytelenül erőszakot. Most ez mindenhol le van írva, de ha tudatosítjuk ezt a dolgot, akkor én azt hiszem, hogy ez egy sokkal komolyabb kötődés lesz. Van egy másik oldala is a kérdésnek, van ennek egy belső tartalma. Én feltétlen azt szeretném, ha ez is nagyon-nagyon jól érvényesülne. Tehát a kollégák egymás között, amit kollegalitásnak hívunk, ami egymás segítését, bajtársiasságnak neveztük valamikor, ez valószínű mind ebbe a körbe kell, hogy beletartozzon. Egymás segítése, egymás támogatása, egymás figyelmének a felhívása. Ide tartozik-e, vagy ide tartozhat ebbe a problémakörbe mondjuk a rendőr szolgálaton kívüli tevékenysége, esetleg munkavégzése, vagy bármiféle más tevékenysége? Feltétlenül. Én úgy gondolom, hogy a rendőrnek szolgálaton kívül is a testületes tartozást valamilyen formában szem előtt kell tartani. Itt most nem valami nagyon vaskos szabályokra kell gondolni, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, hogy a rendőr csak egyenruhába mehetett, ha legénységi állományú volt bárhová. Nem ilyenre. Nem, a rendőr az rendőr. Ő egy testülethez tartozik, a testülethez tartozás valami különlegességet kell, hogy jelentsen az ő számára, ami ha nem szigorú törvényi szabályozásban, de valamilyen erkölcsi elvárásban meg kell, hogy jelenjen. Persze most egy kis kitérőt kell tennünk, ami jelenlegi társadalmi bajainkhoz is vezet, arra is utal a rendőrség helyzetére, a rendőrök megbecsülésére, pontosabban meg nem becsülésére. Sajnos ez a helyzet, és ez egy valós helyzet, hogy a megbecsültség olyan, amilyen.
Itt alapvetően az anyagi megbecsülésről kell, hogy szóljunk, tehát a bérekről, bár ez már kezd is elcsépelté válni, de akkor is igaz, és akkor sem mondhatjuk azt, hogy nincs. És sajnos a mindennapos dologi kiadások is megfelelő nehézségeket hoznak. Alezredes úr, önnél Pécset, a pécsi rendőrkapitányságban ez milyen gondot okoz? A rendőrök mennyire vándorolnak el a kapitányságról? Azt tudom, hogy a megbecsülés az szinte a nullával egyenlő, de hogyan találkozik ön Pécset ezzel? Mekkora gondot okoz önöknek ez? Ez napi probléma. Napjaink egyik legnagyobb problémája, hogy a civil élet a rendőröket elhúzza a pályától, és ami a legnagyobb baj, hogy még azon rendőröket is elhúzza, akik alapvetően hivatástudatból végezték ezt a munkát, és viszonylag régi rendőrök. Mennyit keres ma mondjuk egy járőr, akinek ki kell menni az utcára, hóban, esőben, fagyban, télen, nyáron, örökké úton van, intézkednie kell? 24-27 ezer forint környékén. Ez a nettó vagy a bruttó? Ez bruttó összeg természetesen. Hát akkor azt hiszem érthető, hogy nem vonzó ez a pálya. Mennyien hiányoznak ma a pécsi kapitányságon? Mennyit tudna fölvenni mondjuk holnap reggel? Hát jelenleg, ha megfelelő szakképesítéssel rendelkeznének, akkor 55-60 főt. Van esély arra, hogy ez a hiány valamiféleképpen mérséklődjön? Tehát jöjjenek emberek? Jelen körülmények között nem látok rá esélyt, ugyanis a már utcára küldeni rendőr csak úgy lehet, hogy egy előképzettséggel rendelkezik, alapiskolával rendelkezik. Tehát ahhoz, ha most felvennénk, akkor is csak ha elvégezte az iskolát, akkor tudnánk alkalmazni. Ebből eredően erre most per pillanat csak akkor lenne mód, hogyha régi rendőrök visszajönnének. Mekkora gondot okoz a szolgálat szervezése, hogy elegendő rendőr tudjanak kiküldeni az utcára? Alapvetően a szolgálatokat azt tudjuk biztosítani, hiszen mindent meg kell azért tennünk, hogy az alapszolgálatot ellássuk. Problémát viszont az okoz, hogy az állampolgár nem érzi a rendőri jelenlétet, illetve azt, hogy azt az érzetet tudjuk kelteni, hogy sok rendőrünk van, mindenütt ott vagyunk, az a rendőröknek nagyon sok túlórát kell teljesíteni. Kezdeti időszakban, pár hónappal ezelőtt, még legalább a túlóra fizetés úgy, ahogy sikerült, ma már azzal a témával is gond van, tehát így a rendőrök kénytelenek plusz munkába, de ingyen dolgozni. Egy kis kitérő után térjünk vissza az etikai kódexhez. Mint ahogy említette, tábornok úr, már munkálkodnak azon, hogy ez elkészüljön. Várhatóan mikor sikerül letenni az asztalra mondjuk egy tervezetet, amiből aztán lesz valami? Hát igazság az, a héten letettünk egy tervezetet, egy 18 pontból álló tervezetet. Ezt a főkapitányi klub készítette? Ezt a főkapitányi klub készítette. Én vittem az értekezletünkre. Meg is tárgyaltuk bizonyos vonatkozásait, de ez még csak egy ajánlásszerű tervezet, hiszen még szakszervezetnek, állománynak mindenképpen véleményezni kell. Ennek ez komoly és gyors visszájára fordulást is hozhat, ha nem tudatosítjuk és nem fogjuk előzetesen felmérni a véleményeket, álláspontokat, akkor eljuthatunk oda, hogy egyszerűen meg fogják mondani, hogy hát kérem szépen, a főnökségnek vannak elképzelései, mi etikusan és magas erkölcsi normák szerint törvényvégrehajtás oldalán dolgozzunk, de ugyanerről bennünket meg sem kérdeztek. Arról már nem is beszélve, hogy hát azért hiányoznak bizonyos megbecsültségi dolgok. Ebből mi lesz? Milyen jogforrás, törvény? Vagy nem, más jogszabály? Ez belső egy szabály. Belső egyéni követésen alapuló kódex lesz, ez egy ajánlás lesz, amit az állománynak saját magának kell, hogy kivívjon követendő szabálynak. Tehát ez semmi más nem lesz, ez mögött nem fog állni törvényi szankció, parancsnoki, fegyelmi szankció, semmi, csak etikai szankció. Tehát az állománynak azt a tudatát kellene itt megcéloznunk, és azt kell elérnünk, hogy saját maga tartsa ezt követendő szabálynak. Azért bonyolult az összeállítása, mert olyanoknak kell benne lenni, amit mindenki magáénak érez, akkor, amikor ebbe a testületbe belép. A Baranyi megyei főkapitányság állománya ma mennyiben felel meg az általános elvárásoknak? Nincs kódex, de tudnak-e a rendőrök szem előtt tartani valamiféle követendő erkölcsi normát, és ha igen, akkor ezt betartják-e? Elsősorban a szolgálati szabályzatot, itt most ez a
szentírás, ezt nagyon szépen is így kell megfogalmaznunk, természetesen a törvény is. Betartják. Tehát alapvetően betartják, és azt kell mondanom, hogy alapvetően, és az állomány döntő többsége rendkívül tisztességesen dolgozik. És nagyon nagy nehézségek árán dolgozik. Ha már itt tartunk, akkor említsünk szót egy vadhajtásról, és a kivétel talán erősíti a szabályt, mert nem ez a jellemző. A múlt héten történt az eset, hogy büntetőeljárást indítottak a főkapitányság egyik vizsgálója, egy rendőrhadnagy ellen, aki egy korrupciós bűncselekménybe keveredett, ezzel gyanúsítják. Azt hiszem a rendőrség, a tisztességesen dolgozó rendőrök elhatárolják magukat ettől az embertől. Igen, ezt többen meg is jegyezték. Tehát amellett, hogy rendkívül meglepődtek, azt is kijelentették, hogy nem, sőt, el kell mondani, hiszen köztudott ez is, hogy az ő tettenérésében és leleplezésében a rendőrfőkapitányság nyomozói vettek részt, tehát közvetlenül ők hajtották végre az elfogást, a bűnjeleknek, a bizonyítékoknak a biztosítását. Nagyon szomorú dolog az ilyen. Lehetne persze példálózni és dobálózni, azt mondani, hogy amilyen a társadalom, olyan a rendőrsége, ez így igaz. Ezek közhelyek, remélem és úgy gondolom lassan ezt már mindenki meg fogja érteni, hogy senkit semmilyen szigetre kiemelni nem lehet. Alapvetően nekünk az a gondunk, hogy mégis előfordul. Tehát valahogy nem lenne szabad, hogy előforduljon, hiszen olyan közérdeklődésre számot tartó testület a rendőrség, aminek valahogy úgy kellene megjelenni, hogy nincs. De ha mégis megtörténik egy ilyen dolog, akkor tisztességgel el kell ismerni. Ez az egyik része. Másik része pedig, hogy meg kell tenni a szükséges intézkedést. Mi ezt azonnal megtettük, őt azonnal abban a percben felfüggesztettük, ahogy a gyanú alapossá vált, tehát a tettenérés megtörtént állásából. Megtettük az intézkedéseket, mai nappal már az elbocsátó parancs is kiadásra került, tehát ő a testülettől el van távolítva. Azt hiszem a rendőrség érdeke is az, hogy minél előbb tisztázza a sorokat. De ez a gondolathoz még egy érdekesség van, aki ugye azt mondja, hogy ha rendőröket jobban megbecsülnék, említette a lezredes úr, hogy mennyit keres ma egy járőr, aki örökké az utcán van és konfliktus helyzetekbe keveredik, akkor kisebb lenne az esélye a kísértésnek, mert én tudok német vagy osztrák rendőrökről is, akiket megvesztegetnek, vagy belekeveredik bűncselekménybe. Gondolom, a világon mindenütt így van ez, de mégiscsak jobban meg lennének becsülve a rendőrök, és ahogy itt a beszélgetést is kezdtük, rangot jelentene rendőrnek lenni, nyilván akkor Magyarországon kevesebb ilyen gond lenne a rendőri vezetőknél. Ez teljesen így van. Meg kell mondani, hogy igazából, amikor a szervezett bűnözés, most a prohibíciós időszakra gondolunk, Amerikára, a szesz tilalomra. Amikor ott kialakult a szervezett bűnözés, ott is a legrosszabbul fizetett rendőröket tudták megvesztegetni. Tehát ők korumpálódtak legelőször. Később aztán persze rendőrfőnökök is, mert a sok pénz az mégiscsak sok pénz. Tehát egy kettős összefüggés van a dolog között. Van egy minimális szint, amit meg kell adni ahhoz, hogy egy megbecsültség legyen, és ezek a veszélyek elháruljanak. Ettől függetlenül sajnos még mindig lesznek ilyen jelenségek. Ezeket a jelenségeket nagyon-nagyon nehéz lesz valahogy kívül tenni a testületről, tehát ezen dolgozunk. Ez az etikai kódex is egy ilyen pici kis lépés, amit remélem, hogy be fogunk tudni vezetni, illetve önkéntesen fogjuk tudni követni, és vállalja mindenki a követését. Hát ennyit erről a témáról, és mondom még egyszer a telefonszámunkat, a 211-565-ös, tehát 211-565-ös. Hívjanak bennünket, bármilyen kérdéssel fordulhatnak a két rendőri vezetőhöz. Most pedig beszéljünk egy picit a közbiztonságról, kezdjük talán a megyeszékhelyjel, Péccsel. Hogyan tudná jellemezni az elmúlt időszakot, milyen problémák vannak most, milyen gondok vannak itt a Baranyai megyeszékhelyen, Pécset? 96 évet az jellemezte a bűncselekmények vonatkozásában, mint általában a magyar rendőrséget, hogy a bűncselekmények száma nagyon megemelkedett. Ez vonatkozik Pécsre is. Megjelent a megélhetési bűnözés, ez jelentkezik például a lopások drasztikus számának emelkedéséhez. Nem akarok statisztikai adatokat mondani, de... Ezen belül is a bolti lopásokat is kiemelhetjük. Én úgy mondanám, hogy összefoglalva, mint lopások, ebbe beletartozik, tehát a lopások, mit tudom, 70%-kal emelkedett, a betöréses lopások száma is
lényegesen emelkedett, az is közel 70%-kal. De érdekes dolog, hogy például a zsebtolvajlások száma mintegy 300%-kal emelkedett. Úgy kíváncsi lennék, hogy a polgármesteri hivatalban például a talált tárgyak osztályán mi található, hogy egyáltalán ma el lehet-e valamit hagyni, amit valaki megtalál és lead. Pedig ez jogtalan elsajátítás, hogyha valamit találok az utcán és elviszem. A zsebtolvajlás ellen azt hiszem nagyon nehéz védekezni, és felderíteni szinte lehetetlen, tetten érés szükséges, de azért, ha jól tudom, volt egy-két eredmény, és itt a háttérben Romániából érkezett bűnözők állnak. Természetesen egy bűnüldöző, egy nyomozó, egy rendőri vezető azt kijelentse, hogy valamit reménytelen, akkor az önmagában annyit jelent, hogy mindent megtesz, hogy én bebizonyítsam. Hál' Istennek vannak ilyen kollégáim, munkatársaim, ebből eredően itt is sikerült eredményeket elérni. A legnagyobb baj, és ezt nem kritikaként mondom, az ítélkezési gyakorlat jelenti, hiszen az elkövetőt csak azért lehet elítélni, amit bizonyítani tudunk. A régebbi időszakban ez úgy jelentkezett, hogy volt egy úgymond lelkismeret furdalása, tartása az elkövetőnek, hogyha tetten értük, akkor további bűncselekményre tett beismerő vallomást. Ma ez aztán nem jellemző. Persze ez a jogi szabályozásnak is köszönhető bizony, hogyha jobban megnézzük a törvényeket, az eljárásjogot is, hát az ítélkezési gyakorlatot. Sokszor úgy tűnik, hogy inkább a gyanúsítottat, az elkövetőt védik jobban a törvények, semmint a sértettet, netán a társadalmat. Érdekes lenne, hogyha a sértetnek is jelentkeznének a jogai. A másik... Ennél a kérdésnél egy icipicit maradjunk azért. A sértettekkel való törődés. Nem is azt mondanám, hogy jogai, hanem a sértettekkel való törődés. Nagyon komoly tapasztalataink vannak Nyugat-Európából, hogy lényegesen rosszabb számszerűségi mutatók mellett, statisztikai eredmények mellett bizonyos területeken népszerűbbek. Mert olyanokat tesznek, ami a sértetteknek megfelel. Tehát törődnek vele. Ezek apróságok, mi egy kicsit befele fordultunk, ezt el kell ismerni, és a saját magunk által kiszabott követelményeknek akartunk megfelelni. És elfeledkeztünk arról, hogy a társadalomnak is vannak nagyon komoly elvárásai, amik nem a törvényben vannak lefektetve, hanem amik a szokásokban vannak, a mindennapi életben. És ezek azok a dolgok, amifelé egy picit nyitnunk kell. Tehát törődnünk kell nekünk azzal az áldozattal, aki a büntettes áldozattává vált. Itt most nem csak erőszakos cselekményre kell gondolni, hanem egyszerű vagyonelleni cselekményre is. Kérdés persze, hogy van erre energia, idő, netán ember, esetleg egy pszichológus, szakember, aki külön ezzel a témával foglalkozik? Most ez az egyik út, hogy ilyeneknek lenni kell, a másik út pedig, hogy mindenkit képezzünk és hozzunk fel olyan szintre, napi tartását illetően és napi tevékenységét illetően, hogy ez a pici empátia, az ilyen irányú empátia legyen benne. Tehát érezze magát bele egy picit a sértett, az áldozat hangulatába, helyzetébe, és ennek megfelelően segítse. Két komoly munkatársunk, az egyik leszerelt és jelenleg praxist folytat, ő neki talán a nevét nem is hoznám, de tudományos értekezést írt erről, a másik pedig a szegedi főkapitány, Csongrád megyei főkapitány kollégám, aki szintén tudományos értekezést írt. A közbiztonság piac és a közbiztonság, mint áru kérdésköre és e köré csoportosuló gondokról. Ebben nagyon jelentős helyet kap a sértett, ami a rendőri imázs növelésének is egy rendkívül fontos kérdése. Tehát minél többet tudunk mi nyújtani a sértettnek, tehát minél nagyobb elismerését kiváltjuk, az annál jobban hat a testületre. Seje János egy ismert orvos, biológus volt, de egyben társadalomkutató is, ő mondta azt, hogy annyit ér egy ember, minél több szeretetet gyűjt be másoktól. Ha már ennél a témakörnél tartunk, akkor menjünk tovább és ejtsünk szót a tanukról, a tanúvédelemről,
Baranyában ez okozott-e valamiféle problémát, mert Magyarországon akadnak olyan ügyek, ahol bizony elég komoly gondok jelentkeznek, pont a tanúvédelmi törvény, a tanúkkal kapcsolatos törvény hiánya, vagy az ilyen jogszabályok hiánya miatt. Tud-e valamiféle konkrét példákat, bűncselekményeket, ügyeket említeni, ahol esetleg ez nálunk itt a megyében jelentkezett? Van több ilyen ügy is, elsősorban a korrupciós ügyek, ahol bizony a tanúk visszavonták a vallomást, és mi tudjuk, hogy miért, de nem tudjuk bizonyítani. Most innentől kezdve ez a kérdés megoldatlan. Komoly problémák vannak, ha a közelmúlt sajtónyilvánossága elé kerülő vitákat nézzük, ahol különböző jogi területek, tehát igazságszolgáltatási területeken dolgozók jelentek meg és mondták el a véleményüket, markánsan ki érkezett az, hogy a gyakorló szakemberek, és itt az ügyészeknek bizonyos csoportosulása, tehát kamarája, tömörülése is belevonható, egyértelműen azt mondják, hogy túlságosan és olyan irányban van a jelenlegi szabályozás meghozva, hogy egyszerűen tanúvédelmet nem lehet biztosítani. Hát ezt mondják a rendőrök is. Mások, bizonyos másik körök azt mondják, hogy hát természetesen ez így van rendjén, ez egy nagyon jó dolog. Harmadrészt pedig, akik teljesen távol vannak a büntetőjogtól, azok visszalépésnek tekintenék azt, amit megtennénk, és akkor állnánk be arra a szintre, ami tőlünk nyugatra van. Közben eszembe jutottak pécsi ügyek is. Hát vegyük csak a nyilvános házakat, a fiatalkorú futtatott leányzókat betermeli, behozza a rendőrség éjszaka, megteszik első felindulásukban ugye a terhelő tanúvallomást XY-ra, aztán hogy nem néhány nap múlva visszavonják. Igen, hát végeredményben minden vádnak a bíróság előtt kell megállni. Mikor elkezdődik a nyomozás, akkor úgymond kezdeti csetlőbotló lépések után egész szépen kezd alakulni egy ilyen ügy is, amit tetszett említeni. Igen, csak mikor már a, úgymond a védelem, az illegális védelem belép nagy pénzekkel, akkor ezek a hölgyek is elgondolkodnak, fenyegetett helyzetben vannak, pénzt éreznek, mert ígérnek, és ebből fakadóan a vallomások alakulgatnak. Olyaddig, hogy mire oda kerül a bírósági tárgyalásra az ügy, vagy éppen a bírósági tárgyaláson, addig már jóformán szinte nem is lenne vádképes az ügy. Egyébként, hogy mennyire élő ez a probléma, arra említem a Magyar Hírlap interjúját. Az egyik Budapesten lelőtt áldozat volt ügyvédje, Muskovszki Gábor és Bócz Endre főügyész úr nyilatkoztak, és az ügyvéd úr azt mondta, hogy mikor ugye azzal jönnek elő rendőrök, néha ügyészek is, hogy belenéz az iratokba, látja, hogy kitett terhelő tanúvallomást, közli a gyanúsítottal, hogy neki ez törvény adta joga, ezért őt támadni nem lehet. Valóban így van. És azzal is teljes mértékig egyet kell érteni, hogy egy terheltnek, egy büntető eljárás alá vont személynek igenis meg kell adni azokat a védekezési lehetőségeket, amik a végsőkig az ő védelmét szolgálják. És ténylegesen akkor tekintető bűnösnek, ugye az ártatlanság védelme alapján, ha jogerős bírói ítélet ezt kimondta. Más kérdés az, hogy vannak másik oldalak is, tehát itt vannak más érdekek is. Nagyon nehéz volna azt mondani, hogy azért nem büntetünk meg valakit, mert kiri a többi közül, mert lop. Na hát pontosan ezért van a jogszabály, hogy őt igenis felelősségre kell vonni. Tehát a kérdés az több oldalú, és a másik oldalnak is az érdekeit valahol nyilvánosságra kellene hozni, nyilvánosság elé kellene vinni. Megvan ez fogalmazva a magyar büntető eljárás jogban is, terhelt, és majd valahol a legvégén lesznek a magánfélnek a jogosítottságai, amikor ugye majd polgári jogi igény is egyebeket tehet meg. Visszatérve Pécshez, illetve Pécs közbiztonságához, én még az autólopásokat szerettem volna megkérdezni, illetve azt, hogy mostanában volt-e valami nagy gépkocsi ügy, amit felderítettek? Hát, tehát maga a gépkocsi lopások száma ugyancsak drasztikusan emelkedett. Nehezen boldogulunk vele, ugyanúgy, mint Magyarországon nehéz felderíteni. Ugyanazokat a problémákat éljük meg. Épp az utolsó eset az volt, amikor horvát határon
két horvát úriembert fognak meg lopott gépkocsival. A szokásos mesét adják elő, hogy a horvát ismerősük bízta rájuk az autót, és csak át kellett volna szállítani. Így legfeljebb egy orrgazdaságot tudtunk megállapítani. Őrizetbe vettük, majd ezt követően szabadítani kellett őket. Arról van-e a rendőrségnek valamiféle információja, hogy mennyire szervezett a csapat, aki a háttérben áll? Hát erre információnk aztán bőven van. Régen ez úgy zajlott le, hogy valaki meggondolta, hogy kellene egy Trabant, egy Warburg vagy egy Lada, föltörte, elvitte, rosszabbik esetben el is adta. Papírok nélkül, a régi papírokkal, tehát semmit nem manipulált. Ma már úgy van, hogy megkérdezik valakitől, hogy milyen autó kell, megszervezik, hogy milyen autó kell. Van, aki kinézi az autót, van, aki ellopja az autót, van, aki elszállítja az autót. Van, aki átüti a számokat. És van, aki igen, átalakítja az autót. Tehát ez ilyen szervezett társaság, és ez annyira szervezett, hogy egymást nem is ismerik. Pont azért, hogy ne tudják egymást lebuktatni. Közben érdekezett egy kérdés, ami nagyon érdekes, de azt hiszem nehéz lesz rá felelni. Név nélküli hívás, egy csődbe ment Kft. Ügyvezetőjének a vallomását a rendőrség meghamisította. Az a kérdés, hogy jogállamiságban ilyen lehetséges-e. Fogalmam sincs, hogy milyen ügyről lehet szó. Talán több konkrétum kellene, akkor lehetne rá valamit mondani. Vagy így is azért valamit? Nem hiszem, hogy ilyen előfordul. Tehát ezt nem tartom megvalósíthatónak, hogy valakinek a vallomását a rendőrség meghamisítsa. Ez itt teljesen kizárt. Ha konkrétan mégis megállapítható, természetesen kezdeményezni kell. Itt panasszal lehet élni minden ellen. Védő minden nyomozati cselekményt. Ez hogy képzelhető elnézést, hogy közbevágok, hogy meghamisítja, fogalmam sincs, hogy mire gondolok, kedves néző. Talán, hogy mást írtak, vagy mást adtak a szájába. Nem tudom, mert minden egyes nyomozati cselekményi kihallgatásnál jelen lehet a védő. Mindent meg lehet panaszolni. Ugye a nyomozás felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja, tehát nyilván alaposan megnézik, hogy elképzelni sem tudom, hogy lehet, és én kizártnak tartom. Lehet, hogy később meggondolta valaki a vallomását, és utána más vallomást tett, de ezt nem kellene talán a rendőrségre fogni. Hát minden egyes ilyen dolog hatványozottan jelentkezik. Tehát, és megjelenik az, hogy valaki ezt tényként közli, hogy kérem szépen meghamisították. Most mi mosakodjunk, hogy hát nem, mert nem tudjuk, fogalmunk sincs, melyik ügyről van szó, mi ezt kizártnak tartjuk, és itt tart. Lehetne egy fél mondattal is elintézni azt, hogy kérem, természetesen, ha igaz, akkor a szükséges eljárást le fogjuk folytatni, illetve megteszük a feljelentést. Panaszos, a potenciális panaszosnak vannak jogorvoslati lehetőségei, élhet ezekkel. Ha ő úgy gondolja, hogy igaza van, akkor nyilván ezt meg is kell tennie, én azt természetesen hiszem. Ez nálunk is megtehető, tehát a parancsnoknál, sőt magánál az eljáró nyomozónál, akiről esetleg még feltételezik is, hogy valamilyen közbejárása folytán nem az került a jegyzőkönyvbe, amit ő úgy gondol. És ez ki lesz vizsgálva. És a nyomozó, mert ugye most ez egy ellentétes dolognak látszik, hogyha ő követett el valamiféle bakit, nála teszek panaszt, akkor ezt köteles továbbítani. Igen, igen, méghozzá nem is akárhogyan, tehát itt nem... Nem lehet eltusolni az ügyet. Semmiképpen sem, semmilyen ügyet eltusolni nem lehet. Nagyon szigorú szabályok vannak, és ezeket a szigorú szabályokat nekünk be kell tartani. Most persze, ha beférkőzik valahova egy bűnöző, akinek az a feladata, hogy ő különböző okmányokat hamisítson, jegyzőkönyveket cseréljen ki, hát ezt nyilván megakadályozni nem lehet, de akkor nekünk ezt a tudomásunkra kell hozni, hogy az ilyen ember távolítsuk el a testületből. Mondom még egyszer, a telefonszámunkat 211-565, hívhatnak bármilyen kérdésre, válaszolnak a rendőri vezetők. Pécs közbiztonságáról általában már ejtettünk szót, Baranyában a megyében mi a helyzet? Sajnos növekedés van a számszerűséget illetően, szinte minden kisebb súlyú bűncselekményben. Na és ezek a vagyon elleni bűncselekmények. Azt kell mondani, hogy a nagyobb súlyúakban, tehát a súlyos bűncselekményekben nincs. Itt a súlyosak emberölés, súlyos testi sértés, rablások. Tehát azok, amik rendkívüli durva, esetleg utonálló jellegűek, esetleg nagyon
belegázolnának a közbiztonságba, ilyen cselekmények viszont nem növekedtek. Vannak, körülbelül számszerűen ugyanannyi, esetleg egy-kettővel még kevesebb is, mint az előző időszakban. Nem tudom, hogy még az év hátra lévő részében mennyi lesz. Mi azon vagyunk, hogy most már az eljövendő időben lehetőség szerint ilyenek ne következzenek be. Hát ezt nagyon nehéz megelőzni, én azt hiszem, szóval ez egy ilyen látatlan dolog, itt nincs is megelőzési tevékenység. Nagyon nehéz a családi veszekedéseket, az ismerős összeszólakodásokat, tehát ezeket feltétlenül szinte azt lehet mondani, hogy megelőzhetetlenek. Tehát csak valami általános propaganda. Igen, és érdekes dolog, általában az esetek döntő többségében az alkohol játssza a főszerepet, említhetném a múlt hétvégén történteket. Volt egy halált okozó testi sértés, egy emberölés büntette, illetve egy életveszélyt okozó testi sértés, és a közös motivum mindhárom esetben az ital, az alkohol. Mindháromban ital volt, és mindháromban szinte ismerős, illetve rokoni összeszólakodás volt, aminek ilyen durva kimenetele lett, és sajnos haláleset is, tehát ilyen tragédiák bekövetkeztek. Viszont a közterületi bűncselekmények megelőzésére teszünk lépéseket. Tehát komoly akciókat hajtottunk végre az elmúlt időben, fogunk is végrehajtani. Meg kell mondani, hogy nem lett több a benzinkeretünk és az anyagi javaink, de vannak olyan hagyományos rendőri módszerek, amivel élni tudunk, és ezeket meg is tettük és meg is fogjuk tenni. Ennek eredményeképpen már fogtunk el zsebtolvajt, fogtunk el rablót, fogtunk el alkalmi tolvajt, akit tetten értünk, mert nem gondoltak arra, hogy polgári ruhában a rendőr ott van is. A cselekmény elkövetése után azonnal elfogta. Ez a jövőben is így lesz, nagyon, nagyon odafigyelünk a karácsonyi időszakra, tehát az évvégi ünnepekre. Egy évvel ezelőtt öltek meg egy pécsi taxisnőt, ez ügyben tud-e valamiféle új információt mondani? Egyáltalán foglalkozik-e még a rendőrség az ügyjel? Természetesen foglalkozunk vele, szinte ugyanolyan intenzitással, mint a bűncselekmény elkövetése után. Sajnos nincsen újabb adatunk. Ellenőrzésre érkeznek információk rendszeresen, tehát egyáltalán nem halt el az ügy. Nincsen olyan újabb információ, ami azzal a reménnyel kecsegtetne, hogy a tettest elfogjuk. A másik, ez egy érdekesség, itt már egy lezárt ügyről van szó, sőt már egy első fokon tárgyalt ügyről, a Baranyi Megyei Bíróság a fenyvesori gyilkosság ügyében első fokon ítéletet is hozott, amit most hatályon kívül helyezett a legfelsőbb bíróság, és új eljárás lefolytatására kötelezi a Baranyi Megyei Bíróságot. Itt azért érdekes ez az ügy, mert ugye a vádlottakat bizonyíték hiányában fölmentették. Amikor van egy ilyen hatályon kívül helyező határozat, ez azért valamiféle, hát lehet, hogy most nem helyes a kérdés, de elégtételt jelent a rendőrségnek? Semmiképpen sem tudok erre válaszolni így, és én azt hiszem, hogy az a leghelyesebb, ha azt mondom, amit akkor mondtunk, mikor megtörtént ez a bizonyos felmentő ítélet, akkor is azt mondtuk, hogy mi letettük az anyagot az asztalra, és nekünk hozzáfűzni valónk nincs. Innentől kezdve már tényleg a független bíróság dolga az ítélkezés. Nem hiszem, hogy elégtételre vagy elégtételvárásra menne a dolog. Mi tisztességesen dolgoztunk, és legjobb belső meggyőződésünk és bizonyítékok alapján azt a keletkezett anyagot letettük. Azzal a javaslattal, hogy vádemelés történjen. Az előbb főkapitány úr az erőszakos bűncselekményekről szólva említette a rablásokat, az útonálló jellegű támadásokat. A megyéről beszélt a tábornok úr. Pécset, mi a helyzet? Ugyanaz a helyzet, amit a dandártábornok úr említett, Pécsre jellemző, hát végeredményben a megyét a Pécs határozza meg. Rablások száma nem emelkedett, egészen pontosan egyel kevesebb is van, mint 95 hasonló időszakában. Persze ez nem lényeges, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez nem emelkedett. Felderítési eredményességünk sem romlott, tehát ilyen alapon az elkövető nem lehet biztos abban, hogy ha ilyen cselekményt elkövet, nem derítjük fel. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a rablásokat szinte mondhatom azt, hogy 100%-ban, de nyilván ez nem igaz, de nagyon magas arányban felderítik a kollégáit, tehát nagyon jól dolgoznak, minden rabló megvan majdnem. Igen, nagyon nagy erőt fordítunk rá,
És ezen a területen dolgozó kollégáim különösen olyanok, hát nem véletlen olyanok is vannak kiválasztva. Maga az egység, az alosztály is olyan, hogy 7 nappallá téve dolgoznak. És számtalanszor előfordul, hogyha kell, akkor 24 órát mennek. Mert ezt másképp nem lehet csinálni. Volt még egy érdekes ügy, és ennek a kérdéskörnek kapcsán kérdezem meg öntől. Megerőszakoltak egy egyetemistát, hát már jó régen, néhány hónappal ezelőtt a kertvárosi felüljáró alatt. Ez ügyben van-e valami előrelépés, vagy folyik a nyomozás? Több adatunk van az elkövetőre vonatkozóan, de eredményt még ebben nem értünk el. A megyében az ilyen jellegű nemi erkölcs elleni jellegű támadásokkal mi a helyzet? Szerencsére azt hiszem alacsony számról tud mondani. Ezek éves viszonylatban szinte kiegyensúlyozottan jelentkeznek. Valóban úgy van, ahogy az alezredes úr mondta, hogy Pécs meghatározó ezekben a kérdésekben. Egy ilyen népsűrűség, ez bűnvonzó hatása, ez a koncentrált népesség. Többsége az ezeknek a cselekményeknek itt zajlik le. Nem pécsi vonatkozásban ritkábbak, és jobban behatárolható a kör. Tehát ott általában ilyen utonálló jellegű nemi erkölcs elleni támadások nem történnek. Szerencsére Komlón volt a közelmúltban egy, ami ilyen volt, de ott is rögtön pár óra alatt elfogták a gyanúsítottat. Igen, sikeresebbek a felderítések, szóval nagyvárosban könnyebb elvegyülni. Nagyobb tömegben sokkal jobban lehet megbújni, meghúzódni, kevésbé ismerhetők fel azok a vonások, amik ilyen bűncselekmény elkövetőire jellemzőek. Míg kisebb helyen, úgymond vidéki helyen, ott azért feltűnik. Feltűnnek a rendellenes viselkedések, feltűnnek, ha valakinek olyan szokásai vannak, amik azért a normálistól eltérnek, és azért csak valaki felhívja rá a figyelmet, és nem egy esetben maga az áldozat is ismeri a támadót, felismeri, még akkor is, hogyha maszkot húz magára, elváltoztatja a hangját, de vagy a mozgásáról, vagy valamilyen szokásáról, ez elég gyakran előfordul. Nagyon egyszerű példa volt, nem baranyai példa ugyan, hogy valaki elment rabolni, bement a helyi pénztár, takarékpénztárhoz, és hát elmondta, hogy ő most a bankrablást követ el, és akkor mondták, na ne bolondozz Józsi. És akkor mondta, ja Istenem, hát most megbuktam már, még besőttem, már felismertek. Ott ő hónapokig készült egy ilyen komoly rablásra. Igen, és ez egy súlyos bűncselekmény, rablás kísérlete. Igen. Egészen biztos, hogy el is ítélik, vagy talán el is ítélték, mert nem lehet ilyennel szórakozni. Egy másik ügy pécsi, a Pécsi Rendőrkapitányság vizsgálati alosztályának a munkatársai teljesítik a nyomozást, ők vizsgálják az ügyet, a lakásügy. Egy család, mondhatom nyugodtan, ebből élt, hogy hátrányos helyzetű emberektől megszerezték ilyen-olyan módon a lakást, amit aztán értékesítettek jelentős haszonnal. A sértettek, elmebetegek, alkoholisták, tehát bizony nagyon nehéz helyzetben lévő emberek. Az egyik napilap azt írta, hogy már hetek óta áll a nyomozás, sőt, a sértettek a rendőrségben sem bízhatnak. Mit tud erről mondani az öredes úr, erről az ügyről? Ez egy nagyon kiterjedt csalássorozat volt, amit nagyon speciális körülmények között lakással követtek el. Maga a bizonyítékok beszerzése, az összetett bizonyítás, a sok szakértős tevékenység a nyomozás teljesítését meghúzta. Ez nem azt jelentette, hogy adott körülmények között a nyomozás áll, vagy a nyomozók végrehajtják, hanem ezt lehet, hogy kívülálló ember úgy érzi, hogy áll, valójában a legtöbbet dolgoznak benne. Konkrét példával élve, ha jól tudom, ez elmúlt héten jelent meg az egyik napilapunkban, de el tudom mondani nagy örömmel, hogy jövő héten ez vádemeléssel küldjük meg az ügyészségnek. Tehát a vizsgálat lezárult. Tehát a vizsgálat lezárult. Két érdekes kérdés. Az egyik az nehezen megfoghatónak tűnik, csak úgy, mint az előző, meddig lehet védeni azt az embert, aki a közvetlen környezetében dolgozik, és ezt miért kell takargatni? Ez a mundérbecsület név nélkül. Hát,
Nem értem mire teljesen, hogy, kedves néző, hogy kinek a közvetlen környezetében is kidolgozik, tehát hogy valaki közvetlen környezetében dolgozó valaki megvédése. Én nem hiszem, hogy bárkit is megvédenénk akkor, hogyha olyasmit tesz. És mi erről tudunk. Tehát itt a probléma mindig abból ered, hogyha valaki olyasmit tesz, ami nem egészen tisztességes, nem szabályos, sőt esetleg még akár büntetőjogi eszközökkel is üldözendő, de nem tudunk róla. Esetleg mások viszont tudnak, és elfelejtenek bennünket erről felvilágosítani. Tehát hozzánk nem jut el az információ. Személyesen nyilván én is így tudom mondani, és valamennyi vezető kollégám így gondolom, hogy ezt a választ tudja adni, de azt gondolom, hogy a közvetlen munkatársak is. Hát ha valamiről nem tudunk, akkor az semmiképpen sem tekinthető védelemnek. Mi csak és kizárólag addig védünk valakit, és addig állunk ki mellette, amíg nem bizonyosodik be az ellenkezője. Tehát ha egyszer bebizonyosodik az, hogy ő bűncselekményt követel, sorozatos szabálysértéseket, szabálytalanságokat követel, akkor mi megtesszük a szükséges intézkedést. Én hadd mondjam azt, sajnálatos dolog, és sajnálatos, hogy el kell mondani, de az elmúlt 10 napban 3 munkatársunkat kellett az állományból eltávolítani azonnali hatállyal, mert olyan magatartást tanúsítottak, amit ez a testület nem bír el. Sajnos a hiányaink száma nőtt ezzel. Egyikről szó volt, le van tartóztatva, másik 2 nem ilyen súlyú, de erkölcsileg olyan magas normasértést követtek el, hogy egy rendőr ezt nem teheti meg. Meg kellett válni tőlük. Hát ennyit erről a kérdésről. Esetleg, hogyha a kedves nézőnek konkrétabb megjegyzései vannak, akkor nyilván önnek is elmondhatja. A másik, ez is egy izgalmas dolog, foglalkozott egyebek mellett a Sziréna, és ezzel mi a helyzet a színes fém ügyben? Hogy lehet, hogy az átvevő helyeken mindenféle színes fémet származási igazolás nélkül átvesznek? Miért nem szabályozzák az átvevő helyek működését, ha ennyi probléma származik belőle? Hát erre a rendőrök azt hiszem nem sok jót tudnak mondani. Talán, ha az jó és megnyugtató, nem fog sajnos senkit megnyugtatni, de van erre most egy törvény tervezett javaslat készülőben, amikor igenis azt akarják, hogy a származását bizonyítsa valaki, a színes fémet ad el. De az átvétel is olyan érdekes, hogy 15 kiló felett kell bizonyítani, és akkor feldarabolják az alumíniumot, úgy viszik be. Jó, hát sajnos a jogi fondorlatosság és a szabályozás ez mindig hagy valamilyen kibúvókat. Itt van a kábítószer. Ugye azt mondjuk, hogy valakinél egy csekélyebb adag van. Most mi az a csekély mennyiség? Akkor azt mondtuk, hogy hát kérem, a csekély mennyiség az 10 adag. Most ha valakinél 10 adag van, megfogjuk, és azt mondja, hogy én hajlandó vagyok orvosi kezelés alá vetni magam, akkor sajnos nem lesz ő büntethető. Ettől kezdve az összes díler, ugye a kábítószer árus, aki közvetítő, az 10 adagot tart magánál. Ha ez 5 lesz, akkor 5 adagot fog magánál. Tehát ha 20 lesz, akkor 20 adagot. Természetesen így nem lehet harcolni és küzdeni ilyen kérdések ellen. Mindig rögös út vezet, és a büntetőjog mindig egy picit később lép. Most lehet, hogy majd el fog jönni ez az időszak, amikor egyetlen adag valakinél, ha van, hiába mondja azt esetleg, hogy saját használatra van nála, akkor is súlyos büntetés. Szigorú törvényszabályozásra lenne szükség. Nem tudjuk. Lehet, hogy pont az lesz, hogy elmozdulunk egy olyan szabályozás felé, amikor de a Hollandiában van, ők sem örülnek neki. Sőt, nyugat-európai országok kifejezetten nem örülnek neki, hogy Hollandiából be lehet szerezni különböző kábítószereket. Érdekes riportsorozatot közölt az új vasárnapi Dunántúli Napló, megemlítette a pécsi diszkókat is, és azért érdekes ez a, vagy érdekes volt ez a riport számomra, mert az URFK adta az információkat, de gondolom önök is tisztában vannak azzal, hogy mi a helyzet Pécsett, a pécsi diszkók környékén. Mit tud erről mondani a lezredes úr? Hát többek közt az utóbbi időben a razzia sorozatok is úgymond azért követjük el, azért követődnek el, mert igenis, hogy tudjuk, hogy mi történik ott. Az én saját egyéni véleményem szerint jelenleg nagyon sok diszkóban olyan tevékenység folyik, amit meg kell akadályozni. Kábítószer tekintetében szerintem a beetetés folyik jelenleg, és innen már nagyon súlyos helyzetben fogunk jutni, ha nem tudjuk most megakadályozni.
Tábornok úr foglalkozott részletesen ezzel a témával, tanulmányt is készített, tudományos értekezést is tartott e témában. Már akkor megjósolta, ez a közelmúltban volt egy pécsi konferencián, hogy erre a problémakörre jobban oda kell figyelni, és tudomásul kell venni, hogy nálunk is jelentkeznek majd gondok. Azóta változott-e valamit ez a helyzet? Rosszabbodott-e magyarán? Sajnos azt kell mondani, igen, egyre több látható jele van annak, hogy valamilyen mozgás van a kábítószer kérdéskörében. Azt is lehetne mondani, hogy a kábítószer piacon. A közgyűlési beszámolónk alkalmával is külön felhívták a figyelmünket arra, hogy a polgárok gondolataiban, a hétköznapjában ott van a kábítószer. Márpedig, ha ott van, akkor valahol ez van. Nekünk keresni kell a lehetőségeket, senki nem fog kiállni és lobogtatni, hogy ő kábítószer terjesztő, vagy kábítószer beeltetést végeznek, és így tovább. Tehát nekünk kell megtalálni a módját, hogy valahogy a nyomára jussunk. Ezen vagyunk, talán azzal sem árulok el titkot, hogy jövő hét első napja lesz az, amikor szervezetszerűen feláll az a bizonyos szervezet bűnözés elleni osztály. Ez a Baranya megyei főkapitányságon? Igen, a főkapitányságon, amiről mi már tettünk említést, el fogják kezdeni munkájukat, és várjuk ettől a kis egységtől, aki ugye nem lesz egy nagyon nagy létszámú, de igen jó felkészült kollégákból vannak összeállt a stáb, várjuk, hogy olyan információkat hozzanak meg, amihez eddig esetleg nem jutottunk. Most van ennek egy másik oldala. Egy időben, főleg a 90-es évek elején elharapozott egy olyan szemlélet, hogy kérem szépen a diszkó magánterület, az italbolt magánterület, a kocsma magánterület, itt őrzővédő kidobó fiúk vannak, ide aztán rendőrben nem teszi a lábát. Na most volt ilyen próbálkozás is, hogy nem akarták beengedni a rendőrt az országban, máshol is, nálunk is. Én most is azt mondom, hogy be fogják engedni a rendőrt. Aki fellép a rendőr ellen, akár mint őrzővédő, akár máshogy, ilyen esetekben őt fogjuk legelőször elhozni a helyszínről, ő ellene indítjuk meg legelőször az eljárást, és ellenőrizni fogjuk ezeket a szórakozó helyeket, nagyon keményen fogjuk ellenőrizni, és ahol jogsértést észlelünk, a legnagyobb szigorra fogunk eljárni. Itt álljunk meg egy pillanatra, a rendőr bemehet bármikor, bárhova, tehát most szórakozáire gondolok, nyilván nem egy magánlakásba. Minden megjelennek, akkor kötelesek beengedni oda a rendőröket? Minden a közönség számára nyitva álló helyre a rendőrt be kell engedni. Ha ellenőrzést rendelünk el, a kapitány, főkapitánynak van erre joga az adott területen. Ha a közbiztonság ellenőrzést rendel el, akkor pedig mindenkinek kötelessége az ellenőrzés alá vetni magát, és aki ezt akadályozza, az a helyszínről eltávolítható, sőt, különböző szabálysértések miatt ellen az eljárás megindítható. Ha netán erőszakkal lép fel, vagy olyan módon, ami még nem megengedett, akkor még hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményét is elkövetheti, aminek sokkal komolyabb következményei lehetnek. Két érdekes kérdés, az egyik örökzöld téma. A Konzum áruház környékét mikor tisztítják meg a valutázóktól? Mi a belvárosi rendőrös feladata? Koszos rendszámtáblákért büntetnek, miközben a valutázók háborítatlanul üzletelnek. Hát ez örökzöld téma csak. Az örökzöld téma. Akkor fogjuk megtisztítani, és azonnal mihet semmiféle kereslet erre a valutaváltásra nem lesz. Lehetetlen megfogni ezeket a fiúkat, mert a szabályozás olyan, hogy... Én hangsúlyozom még egyszer, ha nem lesz erre kereslet. Így van, hát nem kell náluk váltani. Erről van szó. Azonnal felszámoljuk. De addig, amíg kereslet lesz rá, meg kell mondani őszintén, ennél lényegesen súlyosabb problémákkal kell szembenéznünk. A legegyszerűbb kábítószer sokkal súlyosabb, mint ez a valutaváltás. Azt hiszem, mostanában viszonylag ritka az úgynevezett lehúzás, amikor átverik a kuncsaftot. Akad azért egy-kettő, de régebben több volt, mert szerencsére nincs. Érdekes dolog, most is akad. Több olyan információnk van, hogy tudjuk az elkövetőt, tudjuk a sértettet, és nem érkezik a feljelentés. Tehát akkor mit lehet tenni, semmit? A folyamat ugyanúgy, mert természetesen, hát... Noha egyértelműen bizonyított, akkor eljárunk. Tehát akkor nekünk hivatalból kötelességünk eljárni, akár szabálysértés, akár bűncselekmény történt. El is fogunk járni, de sokszor egyszerűen képtelenség. Sértett nélkül nem megy. Sokszor szégyellik is, hogy átverték őket. Én inkább úgy vettem észre, hogy annyira nem szégyellik, sőt, elég bátran mondják, hogy
500, 600, meg 3, 4 millió forintot hogyan veszített el. Van olyan bármilyen meglepető, akit lehúzással egyszer 3 millió forinttal átvágtak, és utána még ad 2 millió forintot, hogy a hármat valaki visszaszerezze. Tehát itt már 5-öt bukott. Ez a szégyen szó, ez most megütötte egy picit a fülem. Most, hogy Hollandiában jártunk, ott elmondják, hogy vannak bizonyos bűncselekményi körök, bűncselekményi fajták, amikor nem tesznek feljelentést a sértettek, és mi megkérdeztük, hogy miért, és megkérdeztünk civileket is, tehát nem csak rendőr kollégákat, és azt mondja, hogy kérem, hát hogy tegyek én akkor feljelentést, ha én nem tettem meg mindent azért, hogy tőlem ne lopjanak. Hát én leteszem a kis vagyonomat, és őrizetlenül hagyom, elviszik, én szégyellek bemenni a rendőrségre. Most én nem mondom, hogy nálunk ez legyen, de őrizzük mi is jobban a kis vagyonkánkat. Lassan a műsoridő végére jár, végéhez érünk. Még néhány gyors kérdés. Mit tudnak tenni az út mellett ácsorgó prostituláltak ellen? Tudnak-e egyáltalán tenni ellene valamint? Rossz fényt vet a városra, Vámos Istváni kérdezte 256-102-ről. Hát... Ugyanaz a helyzet, mint a valutázóknál. A hölgyek várakozása a hatos út mellett úgymond semmit nem sért, kirívóan sem öltözködnek ahhoz képest. Elég nehéz bebizonyítani azt, hogy ők miért állnak ott. Ahhoz több személyre, érdekelt félre, állampolgárra lenne szükség, aki úgymond tanúként elmondaná, hogy mi történt. Ebből eredően maguk, mind rendőrök, elég nehezen megy. Meg a beszélgetésünk során erre is kitértünk, hogy milyen gondok vannak, milyen bizonyítási nehézségek, hogyha valami kis eredményt el is tudnak érni a rendőrök, akkor is. Sajnos ennek ellenére igaz, minden, ami rossz fényt vett ránk, azt valahogy meg kellene szüntetni, de nem mindig sikerül. Meg kell mondani őszintén, hogy vannak kérdések, amivel éppen 5000 éves bűnként jellemzik ezt a kérdést is. Küszködünk, néhány ezer éve küszködünk, senkinek sem sikerült még megoldani. Mi igyekszünk, de nem merem kijelenteni, hogy nekünk sikerülni fog. Ernyes úrtól kérdezi, valaki lesz-e új sajtóreferense? Ezek szerint a régi távozni akar, ezt most meglepetten hallom én is. Hát ha a kérdező arra gondolt, hogy bővítjük-e a sajtó esetleg több szolgálati körünket, akkor arról lehet, hogy gondolkodunk, mert egy ember meglehetősen nehezen bírja, tehát egy nehéz munka. Én nagyon elégedett vagyok kollégámmal, aki ezt a területet viszi. Valahol most is itt van a stúdióban, éppen rámutatni nem tudunk. Kiváló szakember, jártas nyomdász múltja van, rendőri múltja van. Egyáltalán nem készülünk arra, hogy másik legyen. Ha melléje fogunk tudni valakit alkalmazni, ezt nem tartom kizártnak. Akkor egy megjegyzés az első kérdező úr, köszöni a korrekt választadást, gondolom ez a KFT ügy, és még egy dolog, mi van a Holt városi rendőrkapitánnyal, 256-194, a cukorúrral, nem hiszem, hogy erről önök bármit is tudnának mondani. 15-én közös megegyezéssel leszerelt, megszüntettük a munkaviszonyát, innentől kezdve teljesen a magán dolga, hogy mi történt vele. Nem tudunk róla mondani. Annyit én elmondhatok, azt hiszem, hogy a Kaposvári Katonai Ügyészség folytatja a nyomozást az ügyben, és most már több mint 100 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják a volt pécsi rendőrkapitányt, hogy a vádirat mikor készül el az ügyben, az egyelőre kérdéses. Végezetül arról szeretném megkérdezni önöket, hogy hogyan prognosztizálják az elkövetkezendő időszakot. Talán kezdjük Pécssel és utána a megyével zárjuk. Hogy látja a következő időszakot? Az anyagiakat nagyon nehéznek látom. Biztos vagyok benne, hogy több pénzünk egy forinttal sem lesz. Én azt jósolom, hogy még kevesebb lesz. Létszámunk biztos vagyok benne, hogy nem fog nőni. Abban is biztos vagyok, hogy az állománytáblát sem tudjuk betölteni. Tehát arra sem lesz lehetőségünk, ami végül adva lenne. Egybe viszont hiszek, hogy ami tőlünk telik, és kollégáinktól telik, mindent meg fogunk tenni, hogy a munkánknak látszatja legyen. Baranya megye? Én azt hiszem, hogy ez így fog történni, mindenki tisztességesen fog dolgozni.
mindenki meg fogja próbálni keresni azokat a módszereket, eszközöket, amivel eleget tudunk tenni a lakosság elvárásának. Nagyon-nagyon fontos, az utóbbi időben igen sok jelzést kaptunk az egész megye közönségétől, ebben benne szerepel természetesen 8 városunk is. Mindenhonnan érkeztek nagyon észszerű javaslatok, nagyon jó figyelemfelhívó gondolatok. Ezt átdolgozzuk, átgondoljuk, értékeljük, és sok-sok intézkedést tettünk. Én nagyon remélem azt, hogy látványaiban nem lesz rosszabbodás, talán a számszerűségi növekedés is megállítható, és egy icipicit előrébb is tudunk lépni. Vannak reményeink, hogy súlyosabb ügyekben is, itt most gépkocsi lopásokra gondolok, betörésorozatokra gondolok, előre fogunk tudni lépni. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Vendégeink voltak az elmúlt órában Baranya megye rendőrfőkapitánya dr. Hernyes Mihály dandártábornok úr és a pécsi városi rendőrkapitány bűnügyi helyettese Harmati Béla alezredes úr. További kellemes estét kívánok, hölgyeim, uraim, viszontlátásra!